A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Nos, kedves nézőink, folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyekben a különböző ágazatok első számú vezetői számolnak be az elmúlt esztendő történéseiről, illetve némi jövőképről. Mai vendégem Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Kertészeti és Beszállítóipari Osztályának elnöke. Tisztelettel köszöntöm. Jó napot kívánok! No, hát elég szomorú képet festett az elmúlt időszak, nyilvánvaló, hiszen az időjárás változás, az inputanyagok drágulása, a recesszió mind-mind, illetve hát az orosz-ukrán háború sem könnyítette meg az agrárgazdaság szereplőinek dolgát. Egy kicsit mélyüljünk el, hogy mi történik a kertészeti ágazatban, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy az elmúlt esztendők, ha kivesszük most azt az időszakot, amikor azért jól ment, most azért voltak problémák bőségesen. Kezdjük talán a gyümölcsöknél, hiszen a fagyok, az időjárás, illetve a termények zömében óriási károkat okozott. Ez így van. Sajnos a problémákat a kertészeti vonal se úszta meg. Úgy néz ki, hogy nagyon komoly problémáink vannak, főleg a gyümölcstermelés területén. Azt annyit kell mondjak, hogy az elmúlt 6 évben 4-szer fagyott meg a gyümölcsösünk, különböző fajok, különböző mértékben. Az elmúlt évben is a kajsz és a cseresznye erősen megfagyott. Ezen túl még komoly volt a szilvának, illetve a megynek is a károsodása, és az alma, ami elvileg nem érte nagy fagykár, annak ellenére az elmúlt évek aszája olyan minőséget produkált, hogy igazán nem tudtunk komoly eredményeket elérni ezen a területen. Nagyon komoly változásokra van szükség, hogy ezen a területen visszanyerjük a régi fényünket, hogy ha szabad így fogalmaznom. Az adatok szerint például cseresznyéből csak a fele termett meg, a 12-13 ezer tonnából 6-7 ezer tonna. Így van, és a kajsziból pedig a negyede termett meg. Na most a fagyokkal kapcsolatban hozzá kell tegyem a klímaváltozásra. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Fruitweb közösen készítettünk egy ajánlást a kormányzat felé. Ez 3 területet foglal magába. Az egyik tulajdonképpen a nemesítésnek az erős újraindítása. Erre alkalmas a MATE és a Debreceni Egyetem kertészeti intézetei, ugye mert az új alapítványi irányításba a kutatás, fejlesztés, illetve az oktatás egy kézbe került. A másik terület viszont a fajta kísérletek. Az elmúlt években, illetve hát nem is a rendszerváltás után a fajta kísérletezést abba hagytuk, csak dusvizsgálatok vannak, pomológiai vizsgálatok. Ez igazából nem ad megfelelő információt a gazdának a fajták gazdasági értékéről és technológiájáról, tehát ezt mindenképpen újra kéne indítani, ezt már le is egyeztettük Nagy István agrárminiszter úrral, és a harmadik pedig a kataszteri rendszernek az újragondolása, mert sokszor nem megfelelő termőhelyre vannak telepítve a különböző fajok, és utána a gazda és a nemzetgazdaság kárára is hát nem hoz megfelelő nyereséget. Mindezeket egy csomagban a következő kapidőszakban szeretnénk, ha rendbe tudnánk tenni. Erre mind a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztálya, illetve a vármegyék és a egyetemek is alkalmasak. Tehát ezt a komplex javaslatcsomagot Nagy Istvánnál megtalálhatjuk. Miként vélekedett a szaktárca vezetője erről? A Fruitweb-bel, ugye a zöldséggyümölcs szakmaközi szervezettek közösen kerestük föl a miniszter urat, nagyon fogékony volt, azonnal megértette ennek a problémáknak a gyökerét, és azt is támogatta, hogy ha elindítjuk ezt a programot, akkor néhány éven belül behozzuk azokat a lemaradásokat, amit az elmúlt időszakban a kutatás, az innováció és az egyéb területeken károkat szenvedtünk, és annak a, hát hogy úgy mondjam, a hasznát és a jövedelmét aztán a gazdák és az egész nemzetgazdaság ugye hát élvezni fogja.
Hát a növénytermesztők alaposan megszenvedték ezt az időszakot nyilvánvaló, hiszen az input anyagok áráról még nem is beszéltünk. Én azt hiszem, hogy ez is egy fontos adalék ahhoz, hogy valamiféle segítség azért mindenképpen kell. Mindenképpen, ugye a KAP program keretében 27-ig most már meghirdették, illetve folyamatosan meghirdetik a különböző pályázatokat. Hadd mondjak egy olyan adatot, ami nagyon indokolja a gyümölcstermelésnek a komplex fejlesztését. Kérem szépen, az elmúlt időszakban a körülbelül 100 000 tonnás export aktívumról mára 181 000 tonnás passzívumra süllyedt ez az ágazat. Elveszítettük a piacainkat, a külföldi exportpiacaink nagyon legyengültek, és nagyon erős importnyomás alatt vagyunk. Tehát mindenképpen indokolja, hogy ezen a területen nagy lépéseket tegyünk. És itt mindjárt hozzá kell tegyek egy olyan dolgot, ami az egész zöldség-gyümölcs ágazatra vonatkozik egyébként, hogy ugye az elmúlt években, és a világ is azt hangoztatta, hogy a friss termékek arányát kell növelni. És Magyarországon sajnos egy olyan lépés történt az elmúlt időszakban, hogy a nagy feldolgozóiparunk 80%-át megszüntettük, megszűnt tulajdonképpen, és a megmaradt 20% is külföldi kézben van. Nem várhatjuk el azt, hogy ezek a külföldi érdekeltségek ugyanolyan szemmel tekintsenek a magyar termelés fejlesztésre, haszon, profit optimalizálásra törekednek. Nos, hogyha én azt mondom, hogy a világon, illetve Magyarországon az adottságok olyanok, hogy körülbelül a 40% az, amit termelünk és fogyasztunk frissen, a többit feldolgozottan. A friss piacon óriási versenytársaink vannak Európában, mint például a franciák, a hollandok, a spanyolok, az olaszok. Én úgy gondolom, hogy az adottságainknak megfelelően vissza kell építsük a feldolgozóiparunkat, és a feldolgozóiparunk visszaépítésével egy óriási lépést tudunk tenni, azaz elveszett 1,2 millió tonna termék, amivel kevesebbet termelünk most, az újra piacra talál, és a gazdák megtalálják annak a lehetőségét, hogy ezen a területen sikeresek legyenek. Tehát egy abszolút folyamatos és komplex fejlesztési programról kell beszéljünk. Egyébként ez a vásárlókat, vásárlóközönséget is érinti, hiszen tapasztalati tény, hogy a nagyáruházláncokban a zöldség, de leginkább a gyümölcs zöme mindenképpen külföldi áru. Így tehát van. Ezt megtapasztalhatjuk. Így van. És nyilván ebben a programban ebben nagy segítség a közös agrárpolitika plusz a kormány támogatása. Az agrárminiszter mellette áll, hiszen olvastam néhány olyan nyilatkozatát, hogy ezt mindenképpen rendbe kell tenni a következő időszakban, de ennek mennyi a kifutási ideje? Mert hiszen azért tudjuk, hogy a kisgazdákat ez anyagilag is jelentősen érinti negatívan. Nagyon jó a kérdés, mert ebben a KAP időszakban szerintem ezt rendbe lehet tenni. Erre megvan a megfelelő finanszírozás is. Ugye a kormány jóvoltából 80%-kal támogatjuk ezeket a fejlesztéseket. Nos, hadd mondjak egy olyan dolgot. Végig elemeztük a kamarán belül, hogy milyen módon lehetne ezt a feldolgozóipari, ami egyébként a zöldség-gyümölcs ágazat nagyobbik részét képviseli, tehát körülbelül egy olyan 35-40%, amivel logikusan a friss termékkel piacon tudunk lenni, hazai ellátás és export vonatkozásban, körülbelül 60-65%-a az, ami feldolgozott lenne, amire piacot is lehet teremteni, hogyha megfelelően szervezzük. Nos, megnéztük, hogy ezt hogy lehetne Magyarországon sikeresen megoldani, és arra a meggyőződésre jutottunk a külföldi példákat, a hazai körülményeket is figyelembe véve, hogy újra kell gondoljunk a termelői szervezetek, TÉSZ-ek, termelői értékesítő szervezetek. Ez egyébként Magyarországon elég bután van elnevezve, mert ezek nem termelői értékesítő szervezetek, hanem termelői szervezetek, és nem csak az értékesítés a funkciójuk, hanem az is, hogy a vidékfejlesztési és termelésfejlesztési programokat támogassák a gazdáknál, illetve hogy a hozzáadott értéket, vagyis a feldolgozást a gazdák tulajdonában lévő szervezeteken keresztül valósítsák meg. Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Belgium, Hollandia ezen a területen rendkívül sikeres, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt a példát föl kell nekünk is venni. Sajnos ma azt kell mondjam, hogy a termelői
idézőjelbe teszem, értékesítő szervezetek. Ugye Magyarországon az ilyen mozaik szó nagyon nehezen található, mert ha azt mondom, hogy termelői szervezet TS, akkor visszagondolnak az elmúlt időszakra. Tehát magyarul azt akarom ezzel mondani, hogy a termelői szervezeteknél, amik most lényegében majdnem, hogy felvásárló funkcióval működnek, ki kell bővítsük a termelés szervezés, innováció, illetve a feldolgozási tevékenységüknek is a funkcióját, és erre megvan a lehetőség, hogy 2-3-4 jól működő termelői szervezet összeállva feldolgozóipart hozzon létre, ez mind a konzerv, mind a hűtő, mind a szárítói iparra vonatkozik, és ne felejtsük el, hogy ebben nem csak a gyümölcs, hanem a zöldségen belül is nagyon sok olyan termék bevihető, amik most nincsenek a toppon. Sajnos a zöldségtermelésünk területén 3 termékre tudunk fókuszálni, ez nagyon szűk keresztmetszet, csemege, kukorica, zöldborsó és az ipari paradicsom, és nagyon sok olyan termékünk, ami sikeres volt a múltban, az pillanatilag nem mondhatja el magáról, mint például itt van a káposztafélék, vagy a hagyma, vagy a gyökérzöldségek, ezt megint meg kell találni helyét. Tehát ha magyarul, ha van egy nagy feldolgozó iparunk, mi ebbe lehetünk sikeresek, akkor a gazdák jól és örömmel tudnak termelni. Ez természetesen jó hátteret ad a két egyetem által működtetett, Debreceni és a Gödöllői Egyetem által működött kertészeti intézet. Igen, a szakmaközi szervezet nyilván ebben tud segíteni. Én felfigyeltem egy olyan gondolatára, ami ön emlékeztetett arra, hogy az adott helyre megfelelő gyümölcsfajtákat és fajokat és fajtákat kell telepíteni. Ugye ez az uniós csatlakozás után változott az a helyzet, és azt hiszem, hogy mindennek rendelt ideje van, de ennek mindenképpen. Így van. Én azt kell mondjam, hogy ez egy kulcskérdés, a megfelelő termőhelynek a megválasztása, illetve a preferálása. Én úgy tudom, hogy Spanyolországban például olyan területen, ahol nem alkalmas a termelésre, a támogatást se kapják meg a gazdák. Én nem akarok ilyen durván fogalmazni, de azt mindenképpen felül kell vizsgálni, hogy az nem gazdálkodási emberi jog, hogy én a bárhova bármit telepítsek, mert például a Kajszinál a fagyzugos területekre, de minden más területen is az alkalmatlan területre telepített gyümölcsösök, azok nem csak a gazdának, mint ahogy említettem, hanem a nemzetgazdaságnak, illetve őrületes kárenyhítési, hát hogy úgy mondjam, nehézséget ród a kormányzatra, illetve az államra. Ugye az időjárás változás is meghatározó ebben az értelemben, hiszen a plusz és a mínusz között egyre nagyobb a távolság. Így van. És ez azért zavart okoz. Így van, minden évben látjuk azt, ugye vagy a korai időszakban, vagy a közép, vagy a késő időszakban fagykár éri a különböző hátfajokat, és azt is látni kell, hogy egyik napról a másikra olyan óriási ugrások vannak. De ehhez hozzáteszem még a viharkárokat és egyéb olyan problémákat, amire ugyan kárenyhítési rendszert működtet a kormányzat, nem hagyja magára a gazdákat, de az nem megoldás, hogy a kárenyhítésből éljünk, és ha többször éri kár mondjuk az egyes gazdát, akkor még azt se tudja felmutatni, hogy ugye a preferencia időszakában milyen termése volt. Tehát egy súlyos helyzet alakulhat ki. Egyébként a jégkár mérséklő rendszer, ugye, amit a kamara létrehozott, és ami sok vita volt ezen a területen, azért hát a legutóbbi adatok alapján is bőségesen meghozta a hasznát, hogyha az egész mezőgazdasági területét említem. Ugyanakkor fontos lépés lehet, hogy a korai fajták mellett a közepesen, illetve a később érő fajták is fókuszba kerüljenek, hiszen most azért mindenki primört termel. Így van, és itt el kell mondjam azt, hogy sajnos egy olyan helyzetbe csúsztunk bele, és ezért van nagyon nagy jelentősége a fajta kísérletek újraindításának, amit mi egyébként Érden, Újfehérton és Pölöskén javaslunk a kormánynak elindítani támogatással. Tehát három különböző helyszínen. Három külön termőtájon, mert az elmúlt időszakban, miután ezek megszűntek a hivatalos fajta termelési
és technológiai kísérletek. A gazdák a kínálatból választottak, illetve amit ajánlottak nekik, azt fogadták el, és ezek nagy része mediterránba nemesített fajták és koraiak, és ennek eredményeként még kitettebbek arra a klímaváltozásra, ami ugye súlyos károkat okoz. Egy kicsit még térjünk vissza a KAP stratégiai tervhez, hiszen Nagy István nyilatkozta nemrégiben, hogy a terv szerint továbbra is fenntartják a kertészeti ágazat kiemelt támogatását. Ez nyilván egy nagyon fontos lépés, hiszen 2027-ig még sok idő van, de ezt idejekorán el kell kezdeni. Így van. Két nagyon fontos lépést kell megtenni, amit szintén megint azt kell mondjam, hogy egyetemek, illetve a kutatóintézetek programjába el is indult már idén. Gazdákat fel kell tudni készíteni, és ebbe a kamara nagyon sok lépést tesz a korszerű, hatékony termelésre, az előregedett gyümölcsösöknek, illetve fajtáknak és fajoknak a leváltására. És a másik az, hogy a piaci igényeknek megfelelően szervezetten, itt nem győzöm hangsúlyozni, megint az integráció létrejöttét a gazdáknál, vissza kell adni a hitelét ennek a termelői szervezeti együttműködésnek. Az egyéb funkciókban is, tehát a feldolgozásban is megkapják a támogatást ezen a területen, tehát korszerű fajtákat jó termőhelyen, megfelelő technológiával, hatékonyan kell, hol intenzívvel, hol pedig agrárökológiai programmal összefüggésbe, és lehetőleg nem csak a friss területen, hanem a feldolgozott területen. Ehhez tartozik egy nagyon komoly piac, építés, piacszerzés. Ennek az a kulcsa, hogyha van termék és jó termék van, már pedig Magyarországon ezt elmondhatjuk, akkor lehet piacot építeni. Nagyon fontos a feldolgozás. Tehát nyilvánvaló, még a beszélgetésünk elején elhangzott, hogy gyakorlatilag a teljes feldolgozóipar külföldi kézben van. Lehet ezen változtatni abban az értelemben, hogy nyilvánvaló, hogy ez egy stratégiai kérdés. Így van. Néhány magyar feldolgozó azért van emellett, de én úgy gondolom, hogy a termelői szerveződés, mint ahogy Európában az összes jól sikeresen működő országban példaként láthatjuk, hogy a termelői tulajdonú feldolgozók, tehát termelői szervezetek együttműködésével kialakított feldolgozóipar fejlesztése hozta meg a sikereket. Azt kell mondjam, hogy Olaszországban, ahol a paradicsom feldolgozás az kormánydöntő kérdés, mert annyira ugye nagyon használják a paradicsomot, a 90% a termelői szervezetek, illetve termelői tulajdonban van, de mondhatom azt is, hogy a Globust valamikor a Szekám csoport a franciáknak a bretányi három termelői szervezete vette meg például. Tehát erre jó példák vannak. Túl kell lenni azon, hogy csak ugye felvásárlói értékesítése foglalkozunk a termelői szervezeteken belül, a másik két funkcióját, a termelés fejlesztést, illetve a hozzáadott értéket is bele kell kalkulálni, és ezen az alapon kell fölépíteni az egészet. Az is igaz, hogy nekünk sokkal nehezebb a dolgunk, mert az elmúlt TSZ és állami gazdasági rendszer valóban elriasztotta a gazdákat, egy ilyen kétkedve fogadták az újabb együttműködési rendszereket. Miként alakulhat az ár-érték arány? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a mostani időszakban, illetve volt olyan, és lesz is talán olyan időszak, amikor luxusziknek számít alapvető gyümölcs. Nagyon érdekes dolog ez, az ár-érték arány. Nem akarom direkte kritizálni a multinacionális kereskedelmet, de sokszor az olcsósággal hát konkurálnak egymással, és ez azt jelenti, hogy sokszor eltolják a áru minőségét a gyengébb irányba, és nagyon jó megfigyelhető, hogy a hatalmas importnyomás után, ami egyébként a EU csatlakozásunk időszaktól drasztikusan megemelkedett, és a mai napig tart, a jó minőségű magyar árutnak az árát lenyomják arra a szintre, ami az árversenyben
az áruházláncok között előfordul. Én úgy gondolom, hogyha a szervezettségünket, két fontos dolgot mondanék a következő időszakra a kertészet szempontjából, az egyik a hatékonyság, a másik pedig a szervezettség. Ezen kell javítanunk, és akkor az a jelentős összeg, ami rendelkezésre áll az ágazat fejlesztésére, akkor tényleg sikereket fog hozni. Igen, ezt szerettem volna kérdezni, hogy összegezve az a támogatási rendszer, ami 2027-ig megvalósulhat, az mennyiben teszi egyenessé azt az utat, amit a zöldség és gyümölcstermesztők kijelöltek önmaguknak? Én úgy gondolom, hogy a kormány számáról a lehetőség, a költségvetési lehetőség, illetve pénzügyi támogatás megvan. Az ágazatnak a hozzáállásában pedig mind a kamara, mind a szakmaközi szervezet, mind pedig az egyetemek és a kutatóhelyek megfelelő felelősséggel bírnak. Nos, hát én köszönöm, hogy megtisztelt. Én azt gondolom, hogy nincs kétségem felül, hogy lesz dolguk bőven továbbra is önöknek, a kamara vezetésének, a szaktárcának, és hát persze a zöldséges növénytermesztőknek is, de hát ebből a válságból ki kell lábalni mindenképpen a rövid időn belül. Köszönöm szépen, és erre nyilván minden esély megvan. Én is köszönöm. Köszönöm. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Mártonfi Vélával, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Kertészeti és Beszállítóipari Osztályának vezetőjével beszélgettünk egy kicsit az elmúlt időszakról és arról a jövőképről, ami a zöldség és gyümölcs termesztőkre várhat a jövőben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.